Köszöntöm Önöket a heti posztelső adását, látják a vendégünk, Bíroszász András, kormány szóvivő. Kíváncsi vagyok arra, hogy az ön számára ezen a héten, az elmúlt egy héten, melyek voltak a fontos témák? Nézze, szerintem világos, hogy a héten több olyan téma volt, amely alapvetően hozzájárul ahhoz, hogy azt az átalakítást, amit a kormány megkezdett, azt azért világosabban lássuk. Részben a föld, az agrárium területén nagyon fontos döntések születtek, például azért nem szabad elfelejteni, hogy az első 4-5 hónapban nagyon nagy aszály volt Magyarországon. A kormány elkülönített egy külön részt, és az Európai Unióhoz kérelme fordult, hogy hamarabb fizethesse ki a gazdáknak az Európai Uniós agrártámogatást, pontosan azért, hogy az aszálykárokat megsegítse. De hát számtalan mást fel tudnék sorolni. A miniszterelnök egy konzultációs szakmai körúton van, lényegében azokkal a szervezetekkel találkozik, amely szervezetek kívülről, de azokban a rendszerekben dolgoznak, ahol az átalakítás folyik, számtalan. Mi a tippje? Erről fogom most beszélgetni, vagy más témákról? Nem tipperek, pontosan azt tart ébren, hogy nem próbálom előre kitalálni, mik a kérdések, és így próbálok odafigyelni. Szeretném, hogyha megnéznénk együtt egy bejátszást egy ellenzéki politikustól, és utána beszélgetnénk. Semmi közünk nem volt ehhez az ügyhöz, azt ránk akarnak hozni. Ártatlan embereknek kisgyerekeket akarnak lemészárolni. Faggyűlöletet akarnak szítani. Semmi közünk nem volt ehhez. Nézzek, hány család fog elmenni. Hova megyünk az utcákra? De nézzétek meg, a mi családunkat oda akarják kucolni. Zsártisztán akarják közültani házadunk, hogy meg ilyenek. Amit láttunk, az persze részben az én hibám, de ugyanúgy felveszeti a következő témát. Szeretném, hogyha ugye ezt a felvételt Pécsen forgattuk, abban az utcában, ahol Bándi Katának a gyilkosa lakik. Politikusok is reagáltak rá, nézzük meg Vona Gábornak a nyilatkozatát. Addig, amíg a bejátszás, igen, itt van, Vona Gábor Jobbik elnöke, agresszívak dolgoznak, miközben olyan alacsony szocializáltsággal rendelkeznek, amely már önmagában kriminológiai esetté teszi őket, a gyilkosságok folynak, az elkövető pedig 90%-ban ugyanazon szociokulturális közegből valók, mondjuk ki, cigányok, az áldozatok pedig 100%-ban magyarok, Jobbik ifjúsági tagozat, elég volt a cigány terrorból, cigánybűnözés, mennyi áldozat kell, még július 17-i tüntetés. Egy parlamenti párt képviselőinek a nyilatkozatáról van szó. Miért nem szólal fel a miniszterelnök az ilyen hangok ellen? A miniszterelnök mindig is felszólalt az ilyen hangok ellen. Most nem. Hát mert most nincs parlament. Most van helyzet. De bocsánat. A parlamentben mindig felszólalt, világossá tette, hogy a kormány elítél és elutasít minden olyan diszkriminációt, akár faji, akár vallási alapon történik meg. Bármilyen ügyben, legyen az egy volt főrabbi tért inzultus, vagy bármilyen más ügy, legyen az vallási vagy etnikai alapon történt, hogy a kormány mindig megnyilvánult az eddigi időszakban, ezután is ezt teszi, semmi nem változott a kormányzat hozzáállásában. Egy politikai pártot meg hadd ne véleményezzek, magánemberként meg van a véleményem, a kormány szóvivőként pedig hatalmi ágak elválasztása okán ezt nem teszem meg. De azért azt világosan kell látni, hogy minden haláleset az tragikus, az egy tragédia. Nyilvánvalóan ilyenkor érzelmek felkorbácsolódnak, az az adott politikai párt felelőssége, amely megpróbál visszaélni ezekkel az érzelmekkel, és megpróbálja kihasználni ezeket az érzelmeket. Világosan kell látni azt, hogy a kormány mindent megtesz a közbiztonság megtartása és javítása érdekében. A kormányváltás óta közel 4000 rendőrt léptettek be a rendőri szervezetbe. A kormányváltás óta úgy alakították át a nyugdíjrendszert, hogy 35-40 éves rendőrök nagy tapasztalattal maguk mögött ne hagyják el a testületet, és ráadásul ezt az elmúlt évek statisztikái már bizonyítják is. Tudom, hogy a statisztikák soha nem jelentenek gyógyírt egy ilyen helyzetben, de pont arra jók, hogy megpróbáljuk a ráció irányába visszahúzni az emóció irányába elmozdult dolgokat. 2011 első fél évéhez képest 30%-kal, 12-ben 30%-kal csökkentek az emberellenes bűncselekmények Magyarországon. Az, amit mond, az arról szól, hogy ha lenne parlament, akkor a kormányfő felszólalna. De közben van egy helyzet. Hírek jönnek arról... Bocsánat, milyen helyzet van? Nincs ilyen helyzet. Egy politikai párt első embere megpróbál helyzetet generálni, de az nem igaz, hogy Pécsen vagy bárhol ilyen típusú hangulat alakult volna ki ebből a gyilkossággal. A politikai dinamika olyan, hogy az uralja
a közbeszédet, aki belebeszél. Aki nem beszél bele, aki nem csitítja ezt a hangulatot, az nem tudja formálni ezt a közbeszédet. Óránként kapok sajtófigyeléseket, azért azt látom, hogy Vona Gábornak ezt a nyilatkozatát azért nem futtatta nagyon meg a sajtó. Bekerült a médiába, és utána ki is került belőle. Pontosan azért, mert egyrészt politikai hovatartozástól függetlenül mindenki tudja azt, hogy ebben az ügyben akár kegyeleti okokból, akár pedig a józanész alapján nem ildomos, nem lehet, és nem is szabad ilyen típusú következtetésekre jutni, mint Vona Gábor. Engedje meg, hogy felidézzem egy kormánypárti politikusnak a nyilatkozatát a közelmúltból. Páva Zsolt, a pécsi polgármester, minden eszközzel megvédik a pécsieket, írja az MTI tudósításában, és a legszigorúbban fognak felépni azokkal szemben, és most jön az érdekes rész, akik veszélyeztetik a pécsi polgárok biztonságát, értékeit, akik képtelenek a normális, kulturális együttélésre és közösségi magatartásra. Ez nem kódolt cigányellenesség? Hát nézze, mindenki azt olvas ki mondatokból, amit akar. Én azt gondolom, hogy minden polgármesternek, másképp fogalmazok, minden lokálpatriótának, aki a közvetlen környezetéért, akár hivatalából adódóan, akár hozzáállásából adódóan felelősséget érez, hát valamiféle képviseletet kell biztosítania arra, hogy hogyan viszonyul bizonyos kérdésekhez. Én nem olvasok ki ebben semmiféle akár faji, akár etnikai alapon, vagy vallás alapon lévő megkülönböztetést. Világosan kell látnunk azt, hogy bizonyos kényszerhelyzetek, bizonyos társadalmi, szocializációs folyamatoknak a hiánya az faji hovatartozás nélkül nagyon nehéz helyzetbe tud hozni embereket. Gondoljunk csak arra, hogy akár Magyarországon, akár más európai országokban az elmúlt évek válsága komoly társadalmi csoportokat hozott sokszor a korábbi évekhez képest nagyon nehéz helyzetbe. Az erre a helyzetre való reagálás az különböző. Az nem faji alapon különböztethető. Ez akkor igaz, hogyha hasonló gyilkosságok elkövetésekor kormánypárti politikusoknak nyilván kiemelt szerepe van ebben, hasonló nyilatkozatokat tesznek. De amennyire emlékszünk, ilyen nyilatkozatok általában akkor hangzanak el, amikor vagy a közvélemény cigányokat gyanít, vagy egy része azokat teszi célponttá, vagy pedig mondjuk be is bizonyosodik, hogy most tulajdonképpen miről beszélünk? Arról beszélünk, hogy egy politikai párt vezetője mondott valamit, ami lényegében teljesen magára maradt, illetve arról beszélünk, hogy egy a szónak nem rossz értelmében, vagy hogy mondjam, nem negatív értelmében egy ügy miatt kellően exaltált társadalmi közegben a város polgármestere mondott valamit, ezt ne akarjuk átfordítani magyarországi helyzetre, magyarországi helyzetleírásra, vagy pedig egy olyan típusú szituációra, amiben a kormánynak meg kéne nyilvánulni. Ön szerint, amikor valaki Magyarországon felelős közszereplő azt mondja, hogy olyan emberek ellen, akik képtelenek a normális kulturált együttélésre és a közösségi magatartásra. Ami mit jelent? Ez nem a Magyarországon létező cigányok elleni antiszemitizmus. Szerintem nem. Az, hogy a társadalom hétköznapjaiban mondjuk az a viszonyrendszer, ami normálisan kialakul emberek és emberek között, attól függetlenül, hogy éppen mi a munkájuk, vagy nincsen munkájuk, az a viszonyrendszer nem faji alapon határozható meg. Abban a viszonyrendszerben, akik beilleszkednek, azok nyilvánvalóan abban a körbe tartoznak bele, akik a társadalomban akár munka, akár bármi más révén, de megpróbálnak előrejutni, és akik nem illeszkednek bele, azok nem csak, hogy nem illeszkednek bele ebbe a viszonyrendszerbe, hanem nyilvánvalóan számtalanszor megszegik annak a szabályait. Ez egy büntetőjogi kategória, a törvény lép fel ezzel szemben, a jog lép fel ezzel szemben, nem faji alapon különböztethető meg, teljesen mindegy a faji vagy vallási hovatartozása az egyének, hogyha abba a keretrendszerben, amit az állam megalkot, hiszen ezért ez különböztető meg az állam alkotást. Azok rájátszanak a cigányokkal szembeni előítéletekre, vagy azokkal nagyon azonosulnak. Tehát aki cigányellenes, az ebből azt olvashatja ki, hogy a polgármester is finoman kifejezve, de körülbelül ugyanazt gondolja, mint amit ő gondol. Én megmondom őszintén, hogy az elmúlt napokban több tucat beszélgetésen vettem részt a médiában, nagyon vegyes médiapalettával, és ez a kérdés sehol nem merült fel. Én nem látom azt, hogy ez a kérdés napirenden lenne. Folytassuk egy másik témával, az IMF tárgyalásokkal. Ez viszont napirenden. Ez így van, napirenden van. Bár ezt a kijelentését sokan úgy értelmeznék, hogy az előző téma is nagyon fontos, ha nézi az internetes bejegyzéseket, de napirenden van. Napirenden van. Szóval nézzük meg egy Orbán Viktor idézetet a közelmúltból, a tavaszról.
A magyar gazdaságnak ma az érdeke, hogy megállapodjon az IMF-fel. Az első kérdés persze az, hogy mikor állapodjon meg. Szeretném mindenkinek elmondani, hogy én 2 hónapja ott ülök a tárgyalóasztalán. Csak nem jönnek, ez a baj. Tehát a felelősség nem a mi oldalunk. Nyilvánvalóan nem fogunk megállapodni semmi olyanban, amely az előadásom elején elmondott gazdaságpolitikai célokkal ellentétes volt. Tehát nem tudunk elfogadni, nem is akarunk elfogadni olyan gazdaságpolitikai elemeket, amelyek a középosztályt visszalöknék a szegénységbe. A középosztályt nem szabad a szegénységbe visszatolni. Ez ugye a kormányfő politikai programja, amit ezerszer elmondott. Mivel magyarázza azt, hogy leszámítva a tárgyalások tényét, ami ugye bizonyos intézményi változásoknak köszönhető, MNB elnökének, monetáris tanács tagjai helyzetének rendezése, stb. Én nem így gondolom, de majd jó. Szóval, hogy mindenki azt írja a szakértők, hogy ez egy nagyon törékeny bizalom, ami most éppen van, és valójában, hogyha pénzpiaci reakciókat nézzük, akkor a magyar kormány politikája iránt elég erős a bizalmatlanság. Igen, ugyanazokat a statisztikákat nézzük. Ön is 200 pontot esett egy hónap alatt a CDS. Ön is végigélte azt az időszakot az elmúlt, egyébként nem csak az Orbán kormány időszakában, amikor negyed évente tudott változni ez a bizalmi index, attól függően, hogy Európában mi történt, a világban mi történt, illetve a kormányfő egy kijelentését, bocsánat, az éppen hivatalban lévő kormányfő kijelentését, hogyan értékelték a pénzpiacok, ez alapozza meg azt az állítást, hogy törékeny ez a bizalom. Én ezt másképp látom, én ezt a következőképpen látom. Az elmúlt 2 év egy nagyon jelentős és különutas folyamatot mutatott be az Európai Unió számára is, az elemzők számára is, a hazai gazdaság számára is. És azt kell, hogy mondjam, hogy számtalan területen támadták a magyar kormány intézkedéseit, és most szoríthozunk csak a gazdaságpolitikára, a gazdaságpolitika terén is, azonban egy valami bebizonyosodott. Hogyha megnézzük a költségvetés makroszámait, akkor ez a gazdaságpolitika most már 3. éve tud 3% alatti GDP arányos államháztartási hiányt produkálni. Most már egyértelműen stabilizálni tudja azt az Európai Unió kijelentése alapján. 7. ország vagyunk az Európai Unióban, amelyik csökkenteni tudta az államháztartási, tehát az adósságállományát 3,8%-kal az Európai Unió adatai szerint. 7 ilyen ország van az Európai Unióban, a többiek nem tudták csökkenteni. Ezen kívül pedig abban a 6 országban vagyunk, amely 6 országban nőtt a foglalkoztatás ez alatt az időszakra. Mégis minden elemzés azt emeli ki, hogy az IMF is arra lesz kíváncsi, hogy ez mennyire lehet tartós jövőre, azután mennyire lehet tartós. Ezt én értem, csak nézzük, bocsánat. Egyszerű intézkedések, de? Különadók, ezekből teremtik meg azokat, nem, a, ragudjon, nem. Azokat nem. A forrásokat, nem. És nem abból, hogy a gazdaság sokkal erőteljesebbé válik és többet termel. De nem így van. Nem így van, ezt határozottan cáfolom. Nézzük meg ezeket az intézkedéseket. Azt mondták, hogy például a magánnyugdíj pénztára 2. pillérének átalakítása az egy egyszerű intézkedés. Az nem egy egyszerű intézkedés, mert abból minden évben 450 milliárd forint folyik be a költségvetésbe. Minden évben. Alig nő a magyar gazdaság. Pillanat, csak hadd fejezem be. Tehát az nem egyszerű intézkedés. Ezt egyszerű intézkedés mondtak a bankadókra és a szektorális adókra, igaz? Ez azért nagyon érdekes, mert Magyarországgal kapcsolatban egyszerű intézkedésnek minősítették, majd Ausztriával kapcsolatban, amikor Ausztria bejelentette, hogy 2017-ig megemeli a bankadót Ausztriában, pont azért, mert hogy egy bankot ott meg kell adni, egy állami bankot, akkor azt nem nevezték egyszerű intézkedésnek. Ráadásul a tranzakciós illeték nem egy egyszerű intézkedés, hanem egy standard intézkedés. Az, hogy ez meddig tart, ugye ön arra kérdezett rá, hogy a folyamat az világos. A folyamatot maga az Európai Unió ismerte el. Elismerte azt, hogy 2012-ben és 2013-ban is 3%-at lesz a hiány, az előrehozott 2013-as költségvetési számokat pedig az Európai Unió 27 pénzügyminisztere egyöntetően ellenszavazat nélkül fogadta el és hitelesítette. Ön szerint az Európai Unió 2-es mércét alkalmaz az Orbán kormánnyal szemben? Miért is? Zöld lámpát adott a tárgyalásokhoz. Az ausztriai példája ez bizonyított. Nem hiszem. Én azt gondolom, hogy ha most körbenéz Európában, akkor lényegében minden olyan lépésre, amit az elmúlt 2 évben akár politikai ellenfelek, akár azok a közgazdászok, akik, hogy kéne ezt megfogalmazni, akik mondjuk ahhoz a dogmatikus rendszerhez tartoznak, ami 2008-ban egyébként megbukott a világban. Folyamatosan azt mondták, hogy ezek unortodox, nem rendszerbe illő lépések. Ha ezeket a lépéseket egyenként végigvesszük, akkor sorra
vezetik be az Európai Unióban. Mondok egy legutolsó példát. Az Hollande vezette Franciaország, legutóbb egy olyan csomagot terjesztett a francia nemzetgyűlés elé, amely egy csomag után az angol szász elemzők azt mondták, hogy mostantól az Európai Unió a szektorális adózással kapcsolatban nem nagyon tudja felemelni a hangját, mégis Hollande bejelentette, hogy az abszurd, hogy a gazdaság egy szegmense 50%-os haszonkulcsal dolgozik, másik 9-el, és ugyanakkor adót kéne kivetni. Kedves szavak Orbán Viktor fülében, nem? Én nem így gondolom. Én azt gondolom, hogy ezek a típusú lépések világossá teszik azt, hogy az Európai Unióban egyre több állam ébred rá arra, hogy a válság előtti működési mechanizmus és a válság előtti válságkezelő mechanizmus nem megoldás azokra a kihívásokra, amit az elmúlt 2-2,5 év jelentett az Európai Unió számára. Orbán mutat példát Európának? Lehet ilyen headline csinálni? Hát nézze, én nem vagyok szerencsére az újságok és az újságírók helyében, hogy azért örülne egy ilyen címnek, alcímnek. Én azt gondolom, hogy ezeket az alcímeket már olvastam bizonyos olasz, spanyol, angol vagy német lapokban. Köszönöm szépen, Kirosz Aszállás kormányszerzőjének, hogy itt volt. Önöknek is köszönöm a figyelmet. Okos tarifával belföldön korlátlan a Facebook, a böngész és az e-mailezés. Beszélj és netezz a Telenor One Touch-csal, ami most csak 0 forint, új okos tarifa 180 csomaggal. Telenor. Látod, amit én látok? A piros ruhásra gondolsz? Hol látsz ott piros ruhát? Fiúk, látni szeretnétek a részleteket. A fekete áfonya kivonata lutein és zeoxantin segíti az időskori csökkent látóképesség javulását. Vitalia Oculo Plus. Ha látni szeretné a részleteket. Vodásoknak a szupergyors internethez szuperkönnyű netbook jár. Válaszd a szuperkönnyű Dell netbookot 4900 forintért netbook non-stop csomagban, és lépj be a digitális kánoánba. Vodafone. Csak rólad szó. A vendégem Oszkó Péter. Köszöntöm. Jó napot kívánok. Gíroszász András a Heti Poszt előző részében azt mondta, hogy Európában sorra vezetik be azokat az intézkedéseket, amelyekért 2 éve és 2 éven keresztül folyamatosan éles bírálatok érték az Orbán kormányt. Ez nyilván egy olyasfajta kommunikációs stratégiája az Orbán kormánynak, hogy úgy tegyen, mintha Európa követné az Orbán kormányt. Ez tévedés. Gyrosz azt mondta az osztrák bankadót, mondta azt, hogy a francia, az új francia elnök az világos, ne Orbánéra hasonló lépéseket tesz, és ebben az irányban gondolkodik. Ne keverjük össze, hogyha valaki neki áll súlyzózni, és ettől izmosodik, vagy ha valaki rádobnak 100 kilónyi terhet, uh-huh. és agyonnyomja. Tehát uh-huh. körülbelül ez a kettő között a különbség, és most próbál úgy tenni a kormány, hogy úgy hajtott el más a 100 kiló terhet, hogy lám, néhányan súlyzóznak, és azzal próbálnak erősíteni. Az a bankadó, amit a magyar kormány bevezetett, annak semmi köze azokhoz a bankadó megoldásokhoz, amiben Európa gondolkodik. Teljesen más a mértékű és teljesen más a felhasználási céljuk. Lehet a névazonosságból kiindulva úgy tenni, mintha Európa ugyanazt csinálna. Európa teljesen más csinál. Orbán Viktor azt mondta, hogy a középosztálynak a gyengítését, tagjainak lemorzsolódását el akarja kerülni, meg akarja akadályozni. Hát akkor nem szabadna olyan politikát csinálni, amiben az önálló, önfenntartásra törekvő vállalkozók és vállalkozások azok ellehetetlenek. Hatalmas adókönnyítéseket kaptak ezek a vállalkozások. A vállalkozások semmiféle adókönnyítést nem kaptak. A vállalkozásoknak az adóterhei azok inkább azáltal, hogy a foglalkoztatás, a munkaerőköltség az lényegében nőtt folyamatosan, ezáltal már az adó rendszerbeli változásoknak is a megszenvedői. Ugye egy olyan adóátalakítást csinált a kormány, ami a átlagbérig emelte az adóterheket, és ennek a hatásait ugye, hogy az emberek minél kevésbé érezik, rányomta a vállalkozásokra, tehát a vállalkozások bérköltsége folyamatosan nő, nekik drágább embereket foglalkoztatni, és akkor emellett meg lehet... Miért baj az, hogy az Orbán kormány azt mondja, hogy Magyarországon olyan vállalkozások létezzenek, amelyek ki tudják fizetni a munkaerőnek a költségét is, illetve az adófizetők körét akarják növelni azzal,
hogy ugye a minimálbér emelésével inkább beemelik őket a dolgozók körébe. Ilyen vállalkozások akkor fognak létezni, hogyha olyan körülményekkel, vagy olyan körülményeket tud fenntartani a gazdaságpolitikában a kormány, hogy egyébként mondom, saját erőből vállalkozó emberek azok eljutnak odáig, hogy akár magasabb bérért is tudjanak foglalkoztatni. De ez nem úgy megy, hogy azt mondom, hogy holnaptól te magasabb bért fizetsz, teljesen mindegy, hogy milyen áron tudsz értékesíteni terméket vagy szolgáltatást, ennyit fizetsz. Ez így nem működik. És bocsánat, csak a bérekről beszéltünk, de azért tegyük hozzá, hogy azok a szektorális különadók, amiket a Orbán kormány csinált, azok ugye mit csinálnak? Megdrágítják a forráshoz jutást, tehát magasabb kamatokkal lehet hitelhez jutni, vagy egyáltalán nem, megdrágítják az energiaárakat, megdrágítják a közlekedést, megdrágítják a telekommunikációs infrastruktúrát, tehát ha ma valaki Magyarországon úgy akar vállalkozni, hogy versenyképes akar lenni egy osztrák, egy szlovák, egy cseh hasonló vállalkozóval, akkor azzal kell szembesülnie, hogy pénzért sokkal drágábban jut, vagy lehet, hogy egyáltalán nem. A munkaerőköltségei mesterségesen emelkednek, mert a kormány emeli, és egyébként az energiához, a telekommunikációs minden máshoz sokkal drágábban jut. Én nem gondolom, hogy a vállalkozóknak ennek tükrében könnyebb lett volna a helyzet Magyarországon, sőt, sokkal nehezebb lett. A középosztályt ugye a kormány mesterségesen úgy akarja megteremteni, hogy azt mondja, hogy bevezetem az egykulcsos adót, akik sokat keresnek, keressenek még többet, de szerintem nem ez a középosztály megteremtése. De nem csak nekik jó ez, azoknak a vállalkozóknak, akik úgymond kisvállalkozók, tehát 10-20-30-50 millió felé mennek, azoknak a 16%-os adósságok, ezek nagyon sokat segítenek. A KKV szektor Magyarországon sokkal alacsonyabb jövedelmezőség mellett, sokkal alacsonyabb bérek mellett foglalkoztat, mint a nagy nemzetközi cégeknek az alkalmazottai vagy menedzsmentje. Tehát valójában ezek az adóváltozások leginkább a nagy foglalkoztatók felsővezetői vagy középvezetői rétegének voltak jók. Csak egy dolgot, mert nem fejeztem be előző gondolatot, azt mondom, hogy középosztályt nem úgy lehet teremteni, hogy a kormány kegyeiből adott évben valamivel több jövedelmet hagyja a SZIA változásokkal az embereknek. Középosztályt úgy lehet teremteni, hogy önfenntartó, öngondoskodó vállalkozói réteget támogat a kormány. Pont az ellenkezőjét csinálta. Ezt a vállalkozói réteget megfojtja, vagy folytogatja legalábbis. Hogyan folytogatja a vállalkozói réteget? Hogyan függnek az államtól ezek a vállalkozók, miközben egyre több marad náluk, legalábbis az adó tekintetében? A vállalkozóknál nem marad. A magánszemélyeknél, akiknek ha magas volt a keresetük eleve, akkor még több marad náluk. A vállalkozóknál egyáltalán nem marad több. A vállalkozók drágába jutnak hitelhez, többet kell fizetni az alkalmazottaiknak, de magasabb az energiaköltség. Kevesebb társasági adót kell fizetniük. Ha eljutnak odáig, de tegyük hozzá, hogy a KKV szektor jelentős része nem jut el odáig, hogy nyereséget termeljen és társasági adót fizessen. Tehát nem a társasági adó a KKV szektor problémája. Ezt ugye belementünk abba a vitába, amelyet rendszeresen folytat az Orbán kormány képviselőivel, amikor bírálja a politikájukat. De hogy tud eltekinteni attól, hogy az Orbán kormány előtti években óriási mértékben megnőtt a magyar adósság, ezt finanszírozni kell, már a kamatkiadás is ugye rengeteg pénzt kiszív Magyarországról, és van egy nagyon egyszerű útja annak, hogy ezt megoldják, hogy lefaragják a szociális kiadásokat, hogy növelik az adókat. Erre mondta azt Orbán Viktor, hogy na ezt ne csináljuk, mert az elszegényedéshez vezet, csökkenti a középosztálynak a kiterjedtségét. Ezért kell külön adókat bevezetni, ezért kell a vállalatoktól átcsoportosítani a pénzt. Mi a baj ezzel a politikával? Hiszen így egy társadalmi békét őriz meg a kormányfő. Nem őriz meg. Hát lássuk azt, hogy romlanak a foglalkoztatási viszonyok, csökken a versenyférában, csökken a foglalkoztatottság, tönkrement a gazdasági növekedés, míg más országok a jelen időszakot gazdasági növekedéssel vészelik át. Magyarországon ugye recesszióval számolunk idén. Tehát messze nem az zajlik, amit egyébként a kormány szeretett volna elérni, mert rossz eszközökhöz nyúl. Kétségtelenül igaz, hogy valóban ki kell tudni egyensúlyozni az adósságot, és ezt olyan eszközökkel kell tudni kiegyensúlyozni, hogy ez nevezessen elszegényedéshez. Ha ez volt a célkitűzés jó volt, az eszközök borzalmasak, az eszközök rengeteg kárt okoznak, és épp az ellenkező hatást érik el. A bajnai kormány sem csinált, hanem lefaragott adósságot, ugye mi is örököltük ezt a helyzetet, és dolgoztunk azon, hogy minél kevésbé legyünk kiszolgáltatott helyzetben, ráadásul sokkal rosszabb gazdasági körülmények között. Mi ugye egy 6%-os recesszió idején vettük át a kormányzást. Nem az SZIA csökkentésre helyeztük a fő hangsúlyt, bár csináltuk azt is, de az átlagbérnél, nem a magas keresetűeknél, hanem az átlagbérnél tettük, és egyébként járulékokat csökkentettünk, amivel megint eszébe jutott a kormánynak, hogy ezt kell csinálni, csak mondjuk két évvel később. Mi akkor 5%-os járulék csökkentéssel kb. 400 milliárdot fordítottunk arra, hogy foglalkoztatás legyen Magyarországon, mert ha valami az elszegényedés ellen hat, az a munkahelyeknek a megléte. A kormány, az új kormány, az Orbán kormány ugye azt ígérte, hogy ő még ezen felül 1 millió munkahelyet teremt. Nézzük meg, hogy mennyit teremtett. Azt hiszem 60-70 ezernél tartanak. Persze, a közfoglalkoztatással együtt. Az is munka. Hát ami ugye tartós munkahelyet nem teremt, csak költségvetési pénzből csinál mesterséges statisztikai javulást. Sosem számolt azzal, hogyha a kormány nem lenne, nem ilyen politikát követne, akkor akkora lenne a társadalmi elégedetlenség, hogy a szélső jobboldali erők, illetve a Jobbik
mint parlamenti párt sokkal népszerűbb lenne? Hát nézzük meg, hogy a Bajnai kormány alatt mennyit erősödött a Jobbik, és mennyit erősödött az Orbán kormány alatt. Szerintem nem az Orbán kormány mérlegel jó. Én azt gondolom, hogy mondom, helyesek a szempontjai és a célkitűzései sokszor a kormánynak, és nagyon hibás eszközöket választ, és nagyon, nagyon sokszor visszaütnek ezek. Ön folyamatosan arról beszél, hogy az Orbán kormány rosszul csinálja a dolgát, rengetegen olvassák a blogját, kedvelt közszereplő. Mondhatom azt is, az Orbán kormány elleni ellenáll, nyilvános ellenállásnak az egyik gócpontja. Engem nem a kormányjal van bajom, hanem amit csinálnak. Tehát engem sose az érdekelt, hogy ki kormányoz, hanem hogy mit csinál. Az Orbán kormány holnap után jelentős gazdaságpolitikai fordulatot hajt végre, és elkezd olyan dolgokkal foglalkozni, amivel szerintem szeretne, nekem semmiféle gátlásom nem lesz a tekintetben, hogy akár meg is dicsérjem őket. Miért nem alakul ki érezhető ellenállás a társadalomban az Orbán kormánnyal szemben? Hogyan alakulnak ki? Hát nézzük már meg a kormány elutasítottságának az adatait. Ez nem tükröződik a politikai választás preferenciában. Hát mert az elutasítás az nem csak az Orbán kormánynak szól, hanem a fennálló alternatíváknak is. De a kormány, Orbán kormány elutasítottsága az körülbelül olyan szinten áll, mint a Gyurcsány kormány elutasítottsága volt 2007-2008 környékén. És olyan történelmi mélyponton van a Fidesz, amilyen történelmi mélyponton soha nem volt. Magyarázhatják ezt úgy, hogy mindenki mást is elutasítanak a választók, és ezért ez nekik milyen jó. De azért, ha 2010-ben én elmondtam volna önnek, hogy én 2012-re ezeket a közvélemény kutatási adatokat várom, akkor lehet, hogy megmosolyogta volna az állításomat. Ön szerint a jelenlegi ellenzéknek úgy, ahogy van, le kéne mondania, el kéne vonulnia ahhoz, hogy egy valódi életképes ellenzék létrejöjjön? Nem hiszem. Sőt, még azt gondolom, hogy a Fidesznek el kell tűnnie, vagy le kéne vonulnia. Én azt gondolom, hogy a pártok egyébként nagyon nagy tömegben, hát most már nem olyan nagy, de bizonyos tömegbázisból állnak, nagyon sok lelkesen dolgozó és jót akaró emberből, és vannak olyan szűkebb rétegbe tartozó döntéshozók, akik hát mondjuk úgy az elmúlt 12 évben a populista ígéretversengésre optimalizáltak, azt gondolták, hogy a magyar választók előtt ezzel kell választást nyerni. De ezek az emberek nem tudnak megváltozni. Mitől lesz itt változás? Én azt gondolom, hogy lehetnek emberek, akik meg tudnak változni, és lehetnek emberek, akiknek konzekvenciát kell levonni. Az biztos, hogy... Mi az a társadalmi erő, ami erre rá kényszeríti a jelenlegi hát a választó, politikai osztály? Az a fajta vákum, ami most a választók részéről kialakul, jelezve, hogy ezek közül senkit, tehát aki tényleg továbbra is azzal akar politikai erőt mutatni, hogy a másik ellen hergel, és a másik utálatából akarja a saját politikai támogatottságát felépíteni, ez a választók igen jelentős részének már nem elfogadható, hanem valóban én szeretném azt hinni, hogy azt a választók egyre inkább az érett demokráciákra jellemző, hát mondjuk kormányzati kompetenciát szeretnék látni a politikai pártoktól. És hogyha ez így van, én örülök a legjobban, hogyha meglévő pártok is képesek ezt mutatni. Tehát hajrá! Alakuljon, modernizálódjon olyan értelemben a Fidesz, hogy egy modern európai piacpárti jobb-közép pártá váljon, és adja ezt a választási alternatívát a választóknak, és ugyanezt mutassa fel a baloldal is ilyen értelemben, baloldali kormányzati kompetenciát felmutatva próbálja a 2014-es választásokban a saját helyét megállni. Miért bántja az ellenzéket, amikor kritizálja annak lépéseit, felkészültségét? Miért nem inkább a színfalak mögött tevékenykedik azon, hogy egy erős, ütőképes ellenzék alakuljon ki? Nyilatkozataira. Nem, a színfalak mögött. Tehát azt hiszem eléggé nyilvánvaló, hogy gazdasági koncepciókban, szakértői konzultációkban folyamatosan részt veszek. Tehát azt gondolom, hogy egyszer már vállaltam kormányzati pozíciót, nem gondolom, hogy állandóan rám kell mutatni, hogy megint én legyek. Sok ember él még ebben az országban, és sok jó szakember is, aki nyugodtan vállalhat felelősséget. Én egész sokat teszek azért, hogy egyébként a értelmes szakmai koncepciók, értelmes irányú politizálás alakuljon ki az országban. Ez nem bántásnak kell venni. Szóval dolgozik a színfalak mögött egy alternatív politikai erő megformálása? Nem, politikai erő megformálása nem az én dolgom, azt gondolom. Az, hogy az én szakmai tudásomat rendelkezésre bocsánsam annak, aki egyébként értelmes politikai irányokat akar képviselni, ezt mindig is vállaltam. Gyurcsány Ferenc mögé odaállna egy olyan politikai erő mögé, amelyben ő is frontember? Semmilyen politikai erő mögé nem kívánok pillanatilag állni. Tehát nem tartom feladatomnak, hogy én valamely politikai erő mellé és másokkal szemben kiálljak. Akkor hadd szembesítsem önt egy ismert közéleti szereplő szavaival. Vágó István, televíziós személyiség. Azt mondta, milyen attitűd az, hogy néha-néha elmegyek egy-egy tévéműsoron, meghívottként egy-egy rendezvényre, egy kellemes irodában írom a dolgozatomat a jó kormányzásról, és eközben az ablakból kitekintve látom, hogy sebeket ejtve és kapva harcolnak kinn a terepen a pártok közkatonái és generálisai. És amikor hónapok, évek küzdelmei után végre elkészül a trónus, akkor engedve a nép óhajának, minden sérüléstől mentesen, tökéletes kondícióban, fanfárok hangjára jól beleülök. Hát ez minden szempontból hibás helyzetértékelés és hibás feltételezések is. Ugye
többször elmondtam, én semmilyen trónusban nem akarok beleülni. Én azt szeretném, hogy trónusba olyan ember üljön, aki utána jól fog tudni kormányozni. És ez igen véres, verítékes munka. Én a meglehetősen intenzív és teljes embert igénybe vevő napi munkám mellett csinálom azt, amit csinálok. Nem ablakból nézem a harcoló tömeget, hanem azt gondolom, hogy én vagyok a frontvonalban. Tehát azt szeretném, ezt el is mondtam egyébként Vágó Istvánnak jelezni, hogy ez egy teljesen téves kép. Én a napi munkám mellett többet harcoltam és többet tettem értelmes politikai vitákért, nem az a csarkodásért, értelmes közpolitikai vitákért, mint nagyon sokan, akiknek elvileg ez a tisztségük és ez a hivatásuk. Úgyhogy nem gondolom, hogy én kényelmesen hátradőlve ülök. Nagyon sokat teszek pusztán jó szándékból és mindenféle személyes várakozások nélkül, és nem is szándékom bárki által felépített trónusba beleülni. Esélyesnek látja azt, hogy 2014-ben nem a Jobbik veri meg a Fideszt, hanem egy más ellenzéki formáció? Nem gondolom, hogy a Jobbik meg tudja verni. Azt és gondolom, más ellenzéki formáció meg tudja verni? Nem tudom megmondani, nem mondom, nekem nem ez szóval a fő kérdés. Nem tudom megmondani. Nem az én szakterületem, nem is értek hozzá, de nem ez a fő kérdés, hogy ki ver meg kit. Az a kérdés, hogy mit fog csinálni 2014-től a kormány, bárki is alakítja azt. A Jobbiktól nem tartok komoly veszélyként, mert a Jobbikon azt látom, hogy valószínűleg az elmúlt két évben elérte az erősségének a plafonját, tehát nem látszik, hogy jelentősen tovább tudna erősödni. Van egy meghatározott százaléknyi réteg Magyarországon, aki vevő az ilyen típusú szélsőséges politikára, de az nem nő, sajnos egyre hangosabb, inkább azt látom beszélni. Fidesz fog nyerni 2014-ben újra? Nem tudom, olyan kérdéseket tesz fel, amire nem tudok válaszolni. Nem is aggasztja? Nem az aggaszt, hogy ki fog nyerni, vagy ki nem fog nyerni, hanem az aggaszt, hogy mit fog csinálni. És ha bármiféle közszereplésel abban tudom terelni a politikai közbeszédet, hogy ezzel kell foglalkozni, azt gondolom, hogy hasznos. Köszönöm szépen a meghívást. Köszönöm szépen a figyelmet.